üdvözöllek titeket! A mai videómban nem másról lesz szó, mint erről a szépségről itt mellettem az asztalon. Ugye ez már a videónak a címéből is kiderült, ez nem más, mint egy Commodore 1801-es típus számú videómonitor. Meg fogjuk nézni ebben a videóban, hogy tulajdonképpen milyen állapotban is van ez a monitor. Megnézzük, hogy mit tudok vele csinálni igazából. Megpróbáljuk egy picit helyrepofozni, restaurálni, kicsit jobb állapotba helyezni, mint ahogy jelenleg van. És tulajdonképpen ezt próbáljuk meg itt a videóban, és majd meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni ebből a monitorból. És azt gondolom, hogy mielőtt hozzákezdenénk, nézzük meg közelebbről egy picit, hogy milyen állapotban is van most per pillanat, illetve egy pár szót ejtenék erről a monitorról, hogy tulajdonképpen milyen műszaki paraméterekkel bír, mihez is tudjuk ezt a monitort használni. Lássuk! És akkor itt is lenne ez a kis szépség. Ugye látjuk, hogy a monitor alapvetően itt elején látjuk egy ilyen plexi lap van. Ugye azt láthatjuk így kívülről a monitorról, hogy itt van egy ajtó eredetileg itt rajta, ugye ez az ajtó le van törve, nincs is meg sajnos ez az ajtó. Egyébként ugye kibekapcsoló gomb, ez elvileg rendben van. Ugye ezt a plexi lapot itt az elejéről le lehet venni, egyébként majd ezt fogjuk a videóban látni, ebből egy fül le van törve, de egyébként maga a plexi lap alapvetően egyébként rendben van. Hogyha esztétikailag nézzük magát a monitort, akkor hát láthatjuk, hogy alapvetően szennyeződések vannak rajta, ugye, amit gondolom a tárolásból ered, de egyébként alapvetően maga a monitor, mondhatom azt, hogy nincsen rossz állapotban, nincsen nagyon-nagyon lekopva, úgymond ez a festett műanyag része. Hogyha megnézzük ugye hátulról a csatlakozó kiosztását, akkor láthatjuk ugye itt a csatlakozókat. Ugye erről annyit kell tudni, hogy alapvetően normál kompozit kimenet van rajta, illetve komponens videó csatlakozási lehetőség van. És tulajdonképpen, hogyha ezt így megnézzük, akkor ugye felismerhető a kérdés, hogy mire tudjuk ezt a monitort használni. Ugye elsősorban ez a monitor típus, ez a Commodore 16, 116, illetve plusz 4-es sorozatba illeszkedik bele. Tehát ugye ez a monitor egyébként ezekhez a számítógéphez úgymond készítette maga a cég, a gyártó. De hát nyilván ez nem jelenti azt, hogy csak ezeket lehet rajta használni, hiszen lehet használni magát ugye C64-hez, akár C128-hoz. Amíg annál lehetnek problémák, ez majd tesztelni és alá fog kerülni, hogy mennyire lehet ott használni. Ugye a kezelő szerveknél látjuk, hogy van ugye hangerőszabályzó, szokásos ilyen videójeleket beállítható potméterek, kontraszt, fényerő, szín, illetve van egy kapcsoló, ami a bemenet választó, hogy Commodore videó vagy normál kompozit videó bemenetet szeretnénk használni. Ugye alapvetően ennyi. Én azt gondolom, hogy nézzük meg a monitort, hogy hogyan működik, vagy hogy egyáltalán csinál-e valamit. Én azt gondolom, hogy ezt most megnézzük, és akkor utána pedig természetesen elkezdünk a javításnak. Tehát nézzük meg, összecsatlakoztatom, most van itt egy Commodore 64, teljesen jó lesz hozzá, és nézzük meg, hogy alapvetően működőképes-e a monitor. És akkor, mint mondtam, összecsatlakoztattam a monitort, és akkor nézzük meg, hogy mi fog történni. Rajta van itt hátul egy Commodore 64, azt a gépet én most bekapcsolom. Tehát a Commodore 64 működik, és akkor nézzük meg, hogyha bekapcsolom ezt a monitort, akkor mi történik. Hallhatjuk, hogy halk sziszenést lehetett hallani. Ez egy nagyon jó jel, tehát amikor egy ilyen sziszenő hangot hallunk, ez azt jelenti, hogy a nagy feszültség megvan. És mint látjuk, ugye kép is van magán a monitoron. Ugye alapvetően egyébként elmondhatjuk róla, hogy viszonylagosan egész normális kép van magán a monitoron. Alapvetően semmi különös dolgot nem lehet tapasztalni. Amit észre lehet venni, hogy nagyon halkan a hangszórója búg. Tehát egy nagyon halk búgás van a hangszóróból, ugye, és ez a búgás, ez nem a számítógépnek a hangjából jön, hiszen hogyha lekötöm róla a számítógépet, akkor is lehet hallani. Ugye ezt meg is ki is lehet próbálni. Hogyha lekötöm róla a számítógépet a monitorról, ugye akkor kép nyilván elment, és egy ilyen nagyon-nagyon halk, kis ilyen berregő hangot lehet hallani magából a hangszóróból. Illetve még egy dolog van,
hogyha most figyeltek, egy egész magas frekvenciájú sípoló hang is jön a monitorból, ez nem mindig, de ez időnként előjön, és ugye ez egy nagyon-nagyon idegesítő és nagyon-nagyon fülsértő sípoló hang jön magából a monitorból. Ugye nyilván ezek valamilyen problémára utalnak. És ugye nem attól jön elő a sípolás, hogy ugye nem kap videójelet, hanem alapvetően van. Most ugye ezt meg fogjuk nézni, ez a tipikus ilyen 15 kHz-es, ez a sorfrekvenciát halljuk belőle, vagy lehet, hogy nincs is olyan magas órajel, lehet, hogy nincs ez olyan magas órajel, de nagyon-nagyon bántó. Eztán ez egy halkan, néha elhalkul, néha visszajön, ugye tehát ez egy problémája magának a monitornak. Egyébként a képminőséggel semmi gond nincs, az teljesen rendben van. Ugye fényerő is bőven van rajta. Ugye ez a szín volt, ugye színszabályzás teljesen jó, fényerő is bőven-bőven van, majdnem sok is rajta a fényerő egyébként, tehát én egyébként valószínűleg ezen a fényerőn egy picit vissza fogok venni, vagy majd meglátjuk, mert elég magas a fényereje magának a monitornak, és nincs rá ekkora fényerőre szükség. Ugye potmétereknek van egy ilyen középállása, ami a normál állás lenne, ugye ez a középállás most, és a kontraszt az teljesen rendben van. Tehát ugye én ezt egy picit olyan, nekem olyan magasnak tűnik a fényerő ezen a monitoron. Ugye igazából akkor lehet ezt látni, amikor fekete kép van. Szóval ez az alapállapot, tehát látjuk, hogy alapvetően a kiindulás állapot teljesen jó, mert maga a monitor működik. Tehát ez már egy nagyon jó jel. Ugye mit fogok most csinálni ezzel a monitorral? Hát nyilván kikapcsolom, hogy ne halljuk ezt a sípolást. Nyilvánvalóan most szét fogjuk szerelni ezt a monitort. Alapvetően egy revízió lesz a belsejében. Tehát ki szeretném tisztítani magát, meglátjuk mennyire szennyezett maga a monitor belül. Gyanítom, hogy ha nem volt előttem szétszedve, bár pedig ezt nem tudom, hogy volt-e vagy nem volt, gyanítom, hogy maga a monitor, ha nem volt előttem javítva, akkor tele van porral és egyéb szennyeződésekkel. Nyilván ettől meg fogjuk szabadítani a monitornak a belsejét. Ezek után át fogom nézni, hogy a különböző kapacitásokkal mi a helyzet. Most itt elsősorban az elektrolit kondenzátorokra gondolok, meg fogjuk nézni ezeket a dolgokat, meg fogom nézni a tápegységét ennek a monitornak, meg fogjuk nézni a tápfeszültségek, hogy rendben megvannak-e, és olyan szintű tápfeszültség van, ami kell. Aztán a későbbiekben majd az egyes áramköri részeket is felülvizsgáljuk, és amikor szétszedtük, akkor meg fogjuk nézni, hogy hogyan is épül fel egy ilyen monitor belülről, melyik résznek tulajdonképpen mi a feladata, és melyik résznél mire kell odafigyelni. Illetve megnézzük azt is esetleg, hogy az egyes részeknek a meghibásodása milyen hibát okozhat, vagy mire lehet gondolni az egyes meghibásodásokból. És körülbelül ennyi, lássunk hozzá, és akkor majd meglátjuk, hogy mi sül ki a végén ebből a dolognak, és akkor szedjük szét ezt a monitort. És akkor lássunk hozzá, ugye a legislegelső dolog a szerelésnél az lesz, hogy levesszük ezt a plexi előlapot, ez ilyen fülekkel van, eléggé nehezen jön le, ugye, de mint látjuk, ez nagyon jó, hogy megvan, ugye látszanak itt ezek a pici kis fülecskék, hát ugye innen le van egy törve, igazából ezzel a füllel én nem fogok foglalkozni, meg lehetne próbálni ilyen fület valahogy ide csinálni, de az az igazság, hogy nincs jelentősége, mert ettől teljesen jól vissza lehet rakni ezt a plexilapot. Ezt majd nyilván le fogjuk tisztítani. Hát sajnos ezen azért vannak karcok, látszik, hogy itt is ilyen elég erőteljes karc. Hát ugye a monitor nem fogja a kamera visszaadni, de hát ugye vannak rajta karcolások, de összességében egyébként ettől függetlenül nem zavaró, és nagyon jó védi a monitornak az elejét. Ezt éppen én félre fogom itt tenni. A hátsó résszel fogunk kezdeni, ugye le fogom venni magának a monitornak a hátulját. Ugye alapvetően, ha belenézünk, akkor ugye ez a videókábel, ez nem kell ide, ugye tápkábel ki van kapcsolva. Ugye azt látjuk, hogy kereszthornyos csavarok fogják itt ezt a készülékházat, egy jó pár darabot találunk itt benne. Ugye hát ezeket a csavarokat vegyük ki belőle, itt alul találunk benne kettőt. Maga az nagyon jó jel, hogy benne vannak a csavarok egyébként a monitorba. Ez azt is jelenti, hogy nagyon nem szerelgették, hát de működik is a monitor, ugye mit szereltek volna rajta. Aztán van itt egy pár darab csavar, ugye ezeket kivesszük, és hát ugye most, ahogy kijönnek a csavarok, most már azért lehet érezni, hogy így kezd engedni a burkolat. Ugye itt azért vigyázzunk, mert itt azért lehetnek problémák.
ugye ezt azért óvatosan próbáljuk csinálni, mert ugye elég nagy súly van rajta, és ugye nehogy eldőljön maga a monitor. Ugye itt, amire nagyon vigyázni kell, az maga a képcső, tehát ugye a képcsőre nagyon vigyázunk. És akkor tulajdonképpen a monitort, azt így el tudjuk, ki tudjuk venni elvileg ezt a hátsó résztből. Nézzük meg a hátsó burkolatot, hát ugye ha belenézünk, akkor látjuk, hogy elég rendesen tele van ilyen mindenféle kosszal. Ugye ezt nyilván ki fogom fújni. Ugye ha megnézzük a monitor belülről, akkor azt fogjuk látni, hogy magában a monitorban is elég sok por van, de azért annyira nem vészes a dolog. Tehát ugye ettől én láttam sokkal rosszabb állapotban lévő belső monitor részt is. Tehát ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy hát van benne por, de annyira nem veszélyes a dolog. Ugye ha megnézzük a képcsövet, ugye hogy ez milyen gyártmány, hát ugye azt látjuk, hogy ez egy Mitsubishi japán gyártmányú képcső. Ugye meg fogjuk nézni itt a nagyfesz cumit rajta, majd ezt le fogjuk venni róla. Meg fogjuk nézni, illetve nem biztos, hogy ezt leveszem róla, majd meglátjuk. Ugye van, amelyiknél ki szoktam takarítani, de itt egyébként szerintem ezzel nincsen gond. Úgyhogy igazából ki fogjuk fújkálni, és meglátjuk. Ugye azt tudni kell, hogy ennek a panelja, ez igazából ez a monitor, ez igazából azt tudjuk megmondani róla, hogy azt hiszem a 1802-esnek az elődje volt. Ugye van is ebben már ott elég szép IC, stb. No, jó, rendben van. Ugye itt tartunk, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Szerintem én ezt most valami úton, módon, valahogy kompresszorral ki fogom fújni. Még egyelőre nem tudom, hogy, mert kint esik a hó, és ki kéne vinnem. Hát majd mindjárt meglátom, hogy hogy tudom én ezt kivitelezni. És valami úton, módon megpróbálom én ezt kitakarítani, ezt a monitort. Jó, és akkor utána folytatom a videót, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk még ezzel csinálni itt belülről. Megtörtént a monitornak a belső tisztítása, ugye kifújtam sűrített levegővel, és ugye most már azért, ha belenézünk, akkor láthatjuk, hogy szép tiszta lett a monitor, legalábbis amennyire ki lehetett fújni magával a sűrített levegővel. Alapvetően semmiféle gányolást, semmiféle mókolást nem látok a monitorba, tehát teljesen gyárinak tűnik. Én azt gondolom, hogy nézzük egy picit át így a monitort, mielőtt bármit csinálnénk, hogy tulajdonképpen hogyan is épül fel egy ilyen hagyományos CRT monitor. Nagyon érdekes megfigyelni, nagyon régen láttam ilyet, ha megnézitek, hogy mi ez. Ez nem más, mint egy transformátor. És ebben a monitorban, én is meglepődtem, megmondom őszintén, ehhez az egyetlen egy típushoz, ez a 1801-es Commodore monitorhoz nem lehet találni kapcsolási rajzot. Egyszerűen minden, szinte minden Commodore monitorhoz van, de ehhez a monitorhoz egyszerűen nem találni. A 1802-eshez van, de abban már kapcsolőzőmű tápegység van, és igen, hagyományos transformátoros táp van benne. Nagyon-nagyon meglepő, egy ilyen hiperszil magas, én úgy látom, hogy ez valami hiperszil magas transformátor, ugye látszik rajta, itt van, hogy 110 volt, 11 volt, ugye rá van írva, és 220 volt a bemenete, és egy hagyományos, teljesen hagyományos grécidas tápegység van benne. Ez egyfelől egyébként én ennek örülök, mert ezeknél kisebb a meghibásodás. Annyi, hogy ennek azért így a súlya jelentősen nagyobb lett a monitornak. Tehát ugye ez van,
És ugye ez a monitornak ez egy érdekessége. Na most ugye, megmondom őszintén, hogy valószínűleg nem fogom jobban szétszedni a monitort, mert rendkívül szét kéne szedni. És az az igazság, hogy most így a tisztítás után most én bedugtam, megnéztem, hogy egyáltalán működik-e, és a sípolást is teljesen abba hagyta, és teljesen hibátlanul működik a monitor. Most úgy gondolom, hogy egy hibátlanul működő monitor felesleges csak azért szétszedni, hogy olyan hibát próbálják benne keresni, ami egyébként nincs. Tehát igazság szerint nem látom értelmét, hogy én ezzel bármilyen más úgymond javítást végezzek, kivéve egy-két beállítást. De nézzük is meg, hogy egyébként még hogyan épül föl ez a monitor. Ugye nagyon fontos, ugye látjuk ugye magát a katócsugár csövet, ugye ez nagyon fontos, hogy ezekhez a különböző konvergencia gyűrűkhöz sose nyúljunk hozzá, nagyon vigyázzunk rá, mert ugye ezzel vannak a színek beállítva, az elektronsugarak. Ugye ugyanígy vannak ezek a ilyen ékszerű gumi részek ide ragasztva, ezzel van pozícionálva egyébként maga az eltérítő tekercs. Ugye látjuk a képcsőnek a nyakán ezt a hátsó kis videóerősítő fokozatot, ez tulajdonképpen a katódoknak a meghajtását végzi. Egyébként a színeket itt lehetne külön állítani potenciométerrel, hogy melyik katódra milyen erősségű jel jusson, és ezzel egyébként finoman lehetne korrigálni a színeket, hogyha a színekkel valami gond lenne. Egyébként a maga a panel felépítésében, ugye itt ezen a részen látjuk a tápegységet, ugye az egy panel többi része az nem más, mint a különböző nagyfrekvenciás rész, ugye a videó meghajtáshoz szükséges áramköröket látjuk benne, illetve az eltérítő fokozat és minden egyéb dolog. Ugye nagyon fontos rész, ugye ez a transformátor, ami nem más, mint ugye az úgynevezett nagy feszültségű transformátor. Ugye ez a trafó állítja elő, ez a sorvég fokozatnál, ez állítja elő tulajdonképpen a nagy feszültséget, ami itt megy fölül, és ugye, hát ugye ez a transformátor, hogyha meghibásodik, akkor sajnos nagy eséllyel nem is lehet javítani a monitort, mert szinte lehetetlen most már ezt a trafót beszerezni. Úgyhogy ami még esetleg érdekes lehet, itt van egy sokszorozó, ugye ő állítja elő abból a pár ezer voltból, ami kijön a transformátorból a több tízezer voltot, ami kell a katócsugárcsőnek. És ami még minket érdekel igazából itt majd beállításként, ugye van itt kettő darab ilyen potenciométernek látszó dolog, ami egyébként nem is más, mint potenciométer. Az egyik a képcsőnek a segédrás feszültségét állítja, a másik pedig a fókuszt, és ugye ezeken fogunk majd korrigálni, majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt beállítani. És igazából ennyit szerettem volna, hogy a monitornak a belsőről mondani. És akkor most az fog történni, hogy megpróbáljuk beállítani ezt a két potenciométert, és megnézzük, hogy milyen lesz majd ezután a képminősége magának a monitornak. Na és ezt már a nagyobbik kamerával fogom venni, mert jobb a képminősége. Na most a következőt fogom én itt csinálni. Ugye alapvetően a képet fogom nektek mutatni, tehát a monitor olyan állapotban fogom helyezni, hogy a képet lássátok. És ugye itt van oldalt ez a két potméter, amit mutattam nektek rajta, ugye ez a két potenciométer. Na most ugye a következő ahhoz, hogy ezt tudjuk csinálni, egy képet fogok én rá csinálni, tehát rácsatlakoztatok itt egy Commodore 64-et, bekapcsolom a monitort, ugye elméletileg, ha minden jó, akkor bejön a kép a monitoron. Így van, itt van nekünk a Commodore 64-es kép. Most a következőt fogom csinálni. Ugye nyilván nekem is ezt látni kell, magát a képet rajta. Ezt egyébként régen úgy csinálták a tévészerelők, hogy tükröt tettek ide a képcső elé, és tükörben nézték a képet, mert hát ugye nehéz volt hátul dolgozni és elől ezt csinálni. Hát most én ezt nem ezt fogom, majd oda fogok hajolni óvatosan. Ilyenkor egyébként nagyon vigyázzunk, hogy amikor az ember itt nyúlkál, nagy valamibe belenyúljunk, mert ugye itt azért nagy feszültség szaladgál. Ugye lekapcsolom magát a fényt, és mindjárt meglátjátok, hogy miért. Ugye a következő lesz, veszek egy csavarhúzót, és ezzel fogom állítani. Ugye alapvetően itt egyébként rá van írva a magára a fém lemezre, és egyébként a potenciométer mellé bele van gravírozva, melyik a fókusz, melyik a segédrás feszültség. Ugye a segédrás feszültségről azt kell tudni, hogy az alap fényerejét ez állítja be. Ugye alapvetően egyébként úgy néz neki a monitor, hogy a legelső dolog az lenne, hogy ha a kapcsolóüzemű tápegységen lehet állítani a tápfeszültséget, akkor a tápfeszültséget állítsuk be arra a feszültségre, ami a dokumentációban le van írva.
Ugyanis a távfeszültség változás magával viszi a fényerő változást is. Miután beállítottuk a távfeszültséget, ezek után jöhet a segédrásnak a beállítása. Na most ugye a távfeszültség ez esetben nem nagyon tudunk rajta állítani, mert egy sima transformátoros táp, és igazából ami ebből kijön, az jön ki, tehát igazából ezen nem tudok állítani. Viszont, de én gyanítom, hogy itt is előfordulhat az a probléma, hogy ugye mondtam nektek, hogy nagyobb egy picit a fényerő a kelleténél. És ugye volt már egyszer egy videó, ahol erről szóba került, igen, emlékszem már az Ajda rádió erősítőnél, hogy ott is magasabb volt a távfeszültség, ha emlékeztek rá a névleges távfeszültségtől, és mondtam, hogy ugye ennek azért az oka lehet az, hogy a hálózatban ugye a feszültség magasabb, mint ami eredetileg ezeket a monitorokat tervezték. Ezt még 220 voltra tervezték, hálózatban pedig 230-235 volt feszültség is lehet. És egy ilyen feszültség növekedés egy olyan monitornál, ahol nem kapcsolóüzemű tápegység van, bizony okozhat akár ilyen képfényerő változást is. Nem tudom most pontosan, mivel nincs meg a kapcsolás rajza, hogy van-e ez valahol stabilizálva maga ez a feszültség, ezt nem tudom nektek megmondani. Illetve nálam egyébként az megint egy köztudott, hogy nálam mindig biztos, hogy nincsen 230 volt, mert problémák vannak. De ugye ezt csak úgy elmondom, hogy ilyen előfordulhat egyébként, hogyha egy ilyennel találkozunk monitorgyanát. Kapcsolóüzemű tápoknál nyilván ez nem jelentkezik ez a probléma. És akkor nézzük meg, most már melegedett egy picit a monitor, azért is beszélek ennyit, mert ugye frissen kapcsoltam be, és ugye ezeket a beállításokat azért némi bemelegedés után célszerű elvégezni, nem úgy, hogy rögtön hidegen elkezdem állítani. Ugye be kell melegedni egy picit a képcsőnek is, magának a sorvégfog alkatrészeinek is, áramköreinek is, mert ugye ezeknél bizony előfordulhat, hogy a melegedés hatására változnak egy picit a feszültségértékek, és ugye emiatt ugye megváltozik egyébként a beállított kép. De nézzük meg, először kezdjük a fényerő beállítással, ugye ezzel fogunk indítani. A fényerő beállítást a következőképpen célszerű megcsinálni ezeknél a monitoroknál. Ugye alapvetően ezt elmondtam, hogy mindenféle, nem csak monitornál egyébként tévénél is, középértékre állítok mindenféle potenciométert. Rendben van. Ugye minket elsősorban itt a képhez, ugye a szín, a fény, illetve a kontraszt számít. Ugye ezek után én a következőt fogom csinálni, le fogom tekerni magát a színt. Nem kell nekem szín, elég fekete-fehérbe, hogy legyen a kép. Majd ezek után a következőt csinálom. Letekerem a kontrasztot is, és letekerem a fényerőt is. Ez a minimális szint. És ugye meglátjátok, most azt látszik, hogy ugye van kép magán a monitoron. Ugye ilyenkor célszerű a segédrás feszültséget odáig annyira lecsökkenteni, hogy éppen látható legyen a monitoron a kép. Tehát én most odáig fogom csökkent, hogy épp hogy látható legyen a monitoron a kép. Tehát fogom itt a segédrás feszültséget. Hát ez a csavarhúzó pont nem lesz bele jó. Nézzük egy másik csavarhúzót. Hát hogyha van szigetelt csavarhúzótok, akkor azzal csináljátok. És ugye elkezdem csökkenteni. Ups, látszik? Így. Tehát körülbelül most éppen látszik a kép, nem tudom mennyire tudjátok észrevenni ezt, ugye látszik, hogy körülbelül ennyire látszik a kép, ugye ez a minimális fény magán a monitoron. Visszakapcsolom a villanyt, és akkor ezek után, most nézzük meg, hogyha most középárásra tekerem, ez a fényerő, ez a kontraszt, ez a középállása, ugye, ez teljesen korrekt kép, és nézzük meg, hogy van fényerő bőven, tehát tudok fényerőt rátenni, tehát ugye bőven-bőven tudok rá fényerőt rátenni még így is. Ugye ennek azért is van jelentősége, mert ilyenkor azért magát a, mondhatnám azt is, hogy magát a képcsövet is kíméljük, és akkor ugye a fényt is, szint is rá lehet nyilván tenni erre a monitorra. Most jön a következő dolog, amivel fogunk foglalkozni, az pedig a fókuszbeállítás. Fókuszbeállítás pedig a következőképpen fogom csinálni, oda valóban fogok rá tenni fényerőt meg kontrasztot. És ugye a fókuszbeállító potenciométerrel megpróbálom a betűket a legélesebbre beállítani. Ugye fókuszba teszem. Így, én úgy látom, hogy ez a legélesebb kép. És ugye ez egyébként úgy látom, hogy egész jó is maga a képminősége ennek a dolognak. Ugye, ami még nagyon érdekes,
hogy most így vele nézek elnézést innen szemből, de nem jó a kép, teljesen jó a képminőség, és akkor most már, ha visszaveszem a kontrasztot, ráteszem a színt, akkor ilyen lett maga a kép a Commodore 64-en, és azt gondolom, hogy ez így már egész jó képminőséget fog nekem produkálni. És ugye ez lett volna gyakorlatilag a beállítása magának a segédrásnak meg a fókusznak. Nyilván itt a monitoron belül számtalan potméter van. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha egyébként a képminősége elfogadható, tehát nincsenek rendkívül nagy torzulások, nincsenek rendkívül nagy problémák, akkor ne álljon neki tekergetni benne a potmétereket össze-vissza, mert lehet, hogy több kárt fog vele okozni, mint hasznot. Azt azért tudni kell, hogy ezeknek a monitoroknak, ezeknek a CRT monitoroknak azért külön lelki világuk van, meg az alapvetően ezeknek a CRT készülékeknek. Tehát ugye ma már elmondható azért az, hogy lassan kikopnak azok a szakemberek, akik ezekhez igazából értettek, ezekhez a készülékekhez. Én azt javaslom mindenkinek, hogy feleslegesen ne nyúljon hozzá, ne tekergesse el, csak hogyha rendkívül muszáj, vagy pedig keressen olyan szakembert, aki még esetleg ezekhez úgy jobban is ért. Én sem vagyok tévészerelő, azért nem is megyek bele mélyebben ezekbe a dolgokba, ha bár lesz majd még itt a videómon, ha minden igaz, ilyen hasonló jellegű javítás, de direkt nem is akarok mást mutogatni ezekben. Ugye van még ebben számtalan trimmer potenciométer, amit lehetne állítani, de igazság szerint én úgy gondolom, hogy ez a képminőség nekem tökéletesen megfelel, és nem fogok jobban ebbe belemélyedni. Azt gondolom, hogy ezzel a belső javítása tulajdonképpen a monitornak így véget is ért, tehát túl sokat nem is javítottam én rajta. Most annyit fogok várni, hogy melegedjen a monitor, és megnézem, hogy bemelegedés után is minden rendben van-e, egyéb probléma nem jelentkezik-e a monitorra. Ezek után fog jönni a külső tisztítása, és akkor itt fog folytatódni majd maga a videó. És akkor ugye a tisztítást, azt alapvetően, hát ugye kell nekem itt egy kendő, és akkor ugye alapvetően egy ilyen clean-nel fogom végezni. Ugye először belülről fogom kitörölgetni, mert ugyan kifújtam a magát a burkolatot, de marad benne szennyeződés, így is. Hát ilyen eléggé, nem is tudom, hogy ez ilyen. És el is készültem én a monitorral, legalábbis azzal a részével, hogy ugye szétszedtem, kipucoltam belülről a monitort, láttátok, kifújtam sűrített levegővel, kívülről egy kis tisztítószeres tisztítást adtam neki. Vannak a monitoron sérülések, ugye ez a kóra szállítás, tárolás miatt, de igazából azt gondolom, hogy ahhoz képest, amilyen idős ez a monitor, ahhoz képest ez elhanyagolható. Láttátok, beállítottam ugye magát a fényerőt, illetve a fókuszt is rajta, járattam, ugye kiderült, hogy a sípolást egy tekercs okozza. Ez egyenlőre úgy maradt, ahogy volt, ugye megmozdítottam a tekercset, illetve egy picit úgy odébb tettem, és teljesen abban maradt a sípolás. Ha ezt újra elő fog jönni, ez a sípolás, akkor viszont ezt a tekercset ki kell vennem, és valószínűleg ki kell rajta cserélnem ezt a zsugorcsövet, mert valószínűleg el van öregedve is egyébként, azért sípol, mert rezonálnak benne maguk a tekercsek.
meglátjuk, hogy ezzel mi lesz a helyzet, vagy pedig az is elképzelhető, hogy valamilyen lakkal be kell lesz fújni majd, ami rögzíti a meneteket, majd meglátom, hát reméljük, hogy nem jön elő egyébként, addig járattam azóta a monitort, és az, nem jött elő ez a probléma. És tulajdonképpen a monitor kész lenne, egyetlen egy olyan szépséghibája van a monitornak, ami még gondolkoztam, hogy mit csinálják vele, ez nem más, mint itt ez az első ajtó. Most ugye meg fogok próbálkozni ennek a javításával, ugye nincs meg az ajtó, valahogy ezt reprodukálni kellene, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Az is lehet, hogy a videó végére azt mondom, hogy elengedem, és nem foglalkozom vele, mert egyébként nem zavaró annyira, hogy nincs rajta ez a takaró ablak, sőt, ugye szerintem mindig hozzányúlkálok a potikhoz, és ugye emiatt lehet, hogy még zavarni is fog, hogyha rajta lesz az ajtó, mindegy, meglátjuk, hogy mit tudok vele csinálni. Na, de hogyan tudom megoldani azt, hogyha nincs meg az eredeti ajtó? Ugye itt lenne a problémát, ugye nagyon egyszerű a dolog, valami úton, módon ezt nekem le kell modellezni, és valahogy le kell gyártanom egy ilyen ajtót. Hát ugye nagyon egyszerű adott a dolog, hogy ugye 3D nyomtatással készítsünk egy ilyen ajtót. Na most az a probléma, hogy ez nem egy egyszerű szimpla ajtó, hanem azért ennek van egy formája, illetve maga a zsanér megoldása is egy picit érdekes, lehet, hogy itt fog elbukni az egész, hogy a zsanért nem fogom tudni úgy megcsinálni, hogy az tartós legyen. Meglátjuk, jó? A következőt kell nekem ehhez csinálni. Mindenféleképpen kell nekem itt venni egy méretet erről az ajtóról. Na most ugye a következő fog történni, ugye előkészítem én itt a tolómérőt, és akkor azt fogjátok itt látni, hogy én tolómérővel rajzolok egy ábrát, mégpedig le, ez így oldalnézetből fogom megpróbálni magát ezt leméretezni, mégpedig le úgy, ahogy itt a túloldalt van. Ugyanis ez a túloldalt, ez teljesen ugyanaz a forma, ami ide kell, tehát ugye egy az egybe ezt a formát kell tovább vinnem, és ugye emiatt ez nagyon jó, mert ezt az oldalt kell nekem tulajdonképpen leméreteznem. Tehát kifordítom a monitort, és tulajdonképpen egy ilyen formát kell nekem kivitelezni. Egyébként ez nem is annyira bonyolult ez a dolog, hogy egy ilyen kis papírka nekem bőven elég lesz hozzá. És a következőt kell nekem csinálni, ugye le kell mérnem ezeket a távolságokat. Ugye lemérem először is a magasságát, vastagságát ennek az egész ajtónak. Hát ugye ez 39,93, itt a mérési hibát, ha bele számolom, ez valószínűleg 40 mm. Tehát a profilját is lerajzolom, hogy nagyjából hogy néz ki a profilja. Tehát a profilja az olyasmi ennek, hogy így felül van egy ilyen, van ez a felső rész, ugye van így lefelé ez a rész, van így egy ilyen alja, van itt egy kis levágás, és ugye az elő laprész. Ugye itt van még egy kicsi kis ilyen beszögellés benne, majd ezt meglátjuk, hogy ezzel mit tudunk csinálni. És ugye most ezt mértem le, ezt a távolságot, ez 40 mm. Lemérjük a mélységét. Ugye a mélységével egyszerűbb a helyzet, mert ugye a tolómérőnek a mélység mérőjével le tudom mérni ezt a dolgot. Hát ez 16,95, ezeket én kerekítem, mert az simán mérés hiba, tehát ezen 17 mm. És ugye alulról pedig ez a távolság 3,6 mm. Jó, nagyjából látom, hogy mi ez, és akkor ennek megfelelően meg fogom próbálni megtervezni magát a rajzot, és akkor most megyek, megtervezem ezt Freecad-ben, és akkor most ezt megyek, megtervezem Freecad-ben, és meglátjuk, hogy ezek után kinyomtatom, valószínűleg csak így nyomtatok belőle egy darabot, és akkor meglátjuk, hogy hogyan mutat ki. Nem fogom beletenni valószínűleg ezt az elejébe ezt a besüllyedést is első körben, hanem először próbálok egy olyan darabot be nyomtatni, amit föl lehet rakni, és akkor meglátjuk, hogy ha föl tudom ezt illeszteni, meg rajta van és működik az ajtó, akkor utána majd meglátjuk, hogy tudunk-e még rajta valami finomítani. Szóval megyek, megtervezem, kinyomtatom, és utána jövök, megnézzük, hogy hogyan mutat rajta. Na és akkor nézzük meg ezt a tervet, amit készítettem, úgy kicceltem magáról a monitorról. Nézzük meg, hogyan tudom megtervezni ezt Freecad-ben. Hát ugye nagyon egyszerű, átállítom ugye a munkafelületemet ugye Part Designra, létrehozok egy új dokumentumot, és tulajdonképpen ugye itt a modellem megjelent, létrehozok egy új testet, majd egy új vázlatot, XY síkon,
És akkor el is kezdtem, ugye itt van nekem a vázlat. Hát ugye nem lehet, nem kell feltétlenül az XY-sík, lehetne ezt ugye oldalnézetből is tervezni, de igazából nincs jelentősége, mert utólag úgy fordítjuk, ahogy mi szeretnénk ezt a dolgot. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is fog ez kinézni. Azt mondom, hogy kell nekem egy ilyen eszköz, ugye éleket fogok egymás után húzni, és akkor elkezdem. Most ez csak egy körülbelül nagyjából meghúzom az éleket. Ugye mondtam, az elején nem foglalkozunk azzal a dologgal. Ugye megvannak az élek. Ugye erre azt mondtam, hogy ez 45 fokos, tehát erre rögtön rájátok ide egy fokot. Minusz 135 fok. Így. No, ezzel ha megvagyok. Ugye ennek is nagyjából néztük a hosszát, hogy 7,6, majd meglátjuk, hogy mennyi lesz. Ugye a magasságát tudom, hogy 40 mm-t néztem. Tudom már mi a baj, nincsen a numlokon benyomva 40 mm. Így. Azt mondja, hogy ugye nyilván ez itt lesz. 17 mm. Ugye ez lesz maga az ajtó, és akkor ugye azt néztem, hogy ez itt felül 11 mm volt. És akkor meglátjuk, hogy most ennek mennyi a hossza. Most ugye meg is van, tehát ugye teljesen zárolt rész, ugye ennek megnézhetjük a hosszát, hogy mennyi lesz. És azt mondja 8,5, tehát ugye itt én 7,6-ot mértem, tehát ez a fenti az valószínűleg több lesz ettől. Tehát ugye most akkor ezt én innen kitörlöm, és akkor megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha én ezt mondjuk beállítom, tételezzük fel mondjuk 8 mm-re, akkor milyen lesz, vagy legyen ez akkor a 7,6 volt. Ugye nyilván itt természetesen van mérés hiba, mert ugye ezt így tolómérővel elég 11,6, ugye hát a kettő között lehet egy kicsit játszani, és akkor majd meglátjuk, hogy az első nyomtatás után, hogy melyik mennyire lesz jó. Ugye ezt én megrajzoltam, és akkor most semmi más dolgom nincs, ezt ugye bezárom, ez teljesen zárolt volt, és akkor kihúzom ugye, mégpedig nem, ugye a hosszunk az nekünk 243 mm volt, 243 mm. Úgy, és ugye így néz ki az ajtó. Hát ugye mondhatjuk, hogy most ez tök jó, csak ugye ennek a belseje ugye, nekünk üregesnek kellett volna, hogy legyen, mert hát ugye nyilván annak kell lenni. Hát ugye ez a kiinduló alap, most ezen fogunk alakítani. Hát ezen többféleképpen lehet variálni, lehet úgy is, hogy kijelölöm ezt a síkot, és akkor mondjuk ezt a csőszerű dolgot használom, ez is teljesen jó. Azt mondom, hogy a ne íves legyen, hanem szögletes legyen, és azt mondom, hogy vastagítás befelé, tehát ugye vastagítom befelé, tehát a külső méretet ne állítsam el, és ugye 1 mm-t ír vastagságnak, hát meg lehet hagyni az 1 mm-t egyébként, csak ugye az 1 mm megmondom nektek miért nem jó, mert ha nyomtatnom kell, akkor ugye 0,4-es fúvókával fogok nyomtatni, az 1 mm nekem sehogy sem jó. Én most azt fogom csinálni, hogy ezt legalább 1,6-ra kellene nekem felvinni, akkor már 4 fallal tudom nyomtatni. Szerintem ezen fogom hagyni, és akkor még meglátjuk, hogy ez mennyire lesz strapabíró. Tehát 1,6. És akkor ugye meg is van, látszik a tulajdonképpen az ajtó. És ebből most már csak az hiányzik, hogy ez a besülyezték hiányzik, de azt mondtam, hogy egyelőre nem foglalkozom vele, majd meglátjátok, hogy miért. Na most, ugye jön a következő, hát csinálni kéne rá, erre meg kéne csinálni ugye a zsanérokat.
ez csapat legyen. Így. Oké, és akkor meglátjuk majd ezek után, hogy néz ki a dolog. Gyakorlatilag most azt történni, hogy ez így, hogy megy egybe, és ebből nyomtatok egy darabot, és meglátjuk, hogy ez mennyire illeszkedik. És ugye a kinyomtatott rész darabból tudok következtetni, mit kell módosítani, de ezt most én egyelőre elmentem. Ugye elmentem, hogy lesz mondjuk a printer, ugye ez mondjuk ilyen retrós történet, mégpedig ez egy Commodore, az való, hát nem C64, csak sem a Commodore. És akkor azt mondom, hogy 1801 ajtó, és ugyanúgy erről csinálok egy STL-t, tehát exportálom, és ugyanígy 1801 door STL-t, és akkor gyakorlatilag ezt is van, most meg ezt kinyomtatom, és akkor meglátjuk, hogy hogyan is néz ki ez. És akkor ugye a tervezés után, mint mondtam, megtörtént maga ennek az ajtónak a nyomtatása, és mint ugye mondtam, az első ajtó az egy próbadarabnak készült, ami természetesen emiatt kellett is rajta némileg alakítani. Hát ilyenkor ugye az szokott történni, hogy ugye ez a próba minta darab alapján ugye rápróbáljuk a készülékre vagy az adott helyre, bepróbáljuk ezt az alkatrészt, és nyilván ennek függvényében az esetleges módosításokat még utána elvégezzük a terven, majd újra nyomtatjuk. Ez van egyébként, amikor még többször is megismétlődik, hát ugye ez a fejlesztésinek a fázisai. Ugye ez is ebben is ezen az ajtón annyi történt, hogy itt az alsó élt kellett kisebbre venni, ezt én gondoltam, hogy ezen változtatni kell lesz, mert ugye ezt én próbáltam is, hogy ugye a kinyitáskor az ajtón mennyire fog ezt föltámasztani. Hát ugye ez itt tulajdonképpen egy olyan 7 mm-re le kellett vennem, hát ezt ugye később bekarcoltam, nagyjából próbáltam letörni, ugye próbáltam, és akkor megláttuk, hogy milyen lett, ugye megvolt a méret, ami alapján ezt meg lehetett már csinálni. Ugye ez volt az egyik. A másik dolog, ugye ez a kis pöcök itt, ami ugye van az egyik forgócsap, illetve itt ez a másik pöcök, amit ugye be kéne pattintani, az eredeti úgy van csinálva. Hát már a tervezéskor is gyanítottam, hogy lesz ezzel probléma, hát a nyomtatás után meg aztán végképp, mert ugye nagyon-nagyon pici alkatrészén 1-2 mm-es kis dolgok állnak ki, és ugye az FDM nyomtatásnak sajnos ez egy hátránya, hogy az ilyen pici alkatrészek, ezek jellemzően nagyon könnyen letörnek, nem is bírnak ki egy ilyet, hogy én bepattingassam, stb. Hát természetesen ez le is tört, szinte a nyomtatás után rögtön, tehát láttam, hogy ez nem járható út. Viszont, amikor fölpróbáltam ezt az ajtót, akkor azt láttam, hogy tulajdonképpen semmi akadálya, hogy itt a túloldalt oldalról egy csapot készítsek magára a készülékre. Ez gyakorlatilag egy pici kis pozdorja csavar formájában testesül meg, és tulajdonképpen akkor ugye két oldalról lesz a forgópontja ennek a zsanérja tulajdonképpen az ajtónak. Nyilván gyárilag ezt elrejtették ezt a dolgot, de igazából szinte nem is lehet látni, egy fekete pici kis csavart tettem bele, szinte nem is lehet látni ezt a dolgot. És teljesen jó, így nem kellett ez a pöcök ide, és nyilván a második nyomtatásnál már nem is volt benne. Illetve még annyit kellett rá tenni, ami egyébként az eredeti ajtón is megvan, amikor közelebbi fotókat megnéztem, ide oldalra egy pici kis pöcköt kellett tenni, ami a keze az embernek beakadt, hogy könnyen lehessen nyitni az ajtót. És akkor nézzük meg, hogy milyen lett a nyomtatás után, már azt én nyilván föl is szereltem ide. Így néz ki, hát ugye készítettem ide egy címkét, ezt az eredeti monitornak a mintája alapján, fotói alapján készítettem ide egy Commodore feliratot, hogy olyan legyen, mint az eredeti. És ugye itt van ez a kis pöcök, és ezt szépen ki lehet nyitni, vissza lehet zárni. És azt gondolom, hogy kinézetre, mindenre teljesen olyan, mint az eredeti. Szerintem egy nem hozzáértő meg se tudná ezt mondani, hogy ez nem az eredeti ajtaja magának a monitornak. Nyilván, ha közelebbről megnéz az ember, akkor észletlen a 3D nyomtatásnak a nyomait, de egyébként szerintem egész jó lett. Ugye mondtam én, hogy az eredeti tervben, hogy ez a tervezés előtt, hogy nekem van itt egy ötletem, az ötletem az volt, hogy én ezt nem így szerettem volna nyomtatni, hanem ide egy füstplexit szerettem volna beültetni. Na de, ezt elvetettem ezt az ötletet, mert az az igazság, hogy ez egy plusz probléma lett volna, hogy én ide ablakot készítsek, füstplexit vágjak, ragasszam be, nem is biztos, hogy olyan szépen meg tudtam volna csinálni a ragasztást, hogy ne lehessen látni. Igazából túl sok értelme nem lett volna, mert nem kell látni a potenciométereket, nincs jelentősége egyáltalán, egyébként sem lehetne valószínűleg látni a füstplexi mögött. Hát illetve megnéztem, ugye megmutatom nektek ez a próba darab, ugye, hogy ez nem törik, tehát elég rugalmas, tehát ez PETG-ből van egyébként nyomtatva, de látszik, hogy nagyon rugalmas, ez DD-s PETG-ből van azt hiszem nyomtatva. Ez teljesen jó, tehát ez nem törik el annyira könnyen. És ugye tulajdonképpen így lett kész ez a monitor. És tulajdonképpen most már csak annyi van, hogy kapcsoljuk be, nézzük meg, hogy milyen lett rajta a kép. Ugye még egy dolgot fogok csinálni, ami nem került bele ide a videóba, de igazából ez már nem is annyira fontos a videó témája szempontjából, hogy még egy RGB kábelt fogok hozzá készíteni, és meg fogom nézni, hogy azzal milyen a képminősége, de egyébként ezzel a videókábellel is nagyon-nagyon jó.
És én azt gondolom, hogy ezt a videót itt én be is fogom fejezni, és nem csinálok már semmit ebben a videóban. Ha tetszett ez a videó, és az ilyen tartalmak tetszenek, és nem vagy még feliratkozva, akkor iratkozz fel a csatornámra, lájkold a videómat, ha lehetőséged van, támogass itt a lentebbi módokon, vagy bármilyen más egyéb formában. És tulajdonképpen elköszönök tőletek ebbe a videóba. Sziasztok, és én pedig játszom egy picit a Wizard of War-ra.